Romhányi József, nyúliskola. Erdő szélen nagy a móka, mulatság. Iskolába gyűlnek mind a nyulacskák. A tanítót középen az a nyúl, kinek füle leghosszabbnak bizonyul. Kezdi az oktatást egy fejkáposztával, hallgatják is tátott szájjal. Az egymás tapasztó, táposztó levelek képezte káposzta letépet levelein belül tapasztalt betétet, mely a kopasztott káposzta törzse, úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára sorjába visszatapasztjuk a letépet táposztó káposzta leveleket a tapasztalt rendben, akkor szakasztott, helyesen, fejesen szerkesztett káposztát képeztünk. Ez a lecke. Megértettük? Kérdezte a nyúl tanár. Bólogattak a nebulók, hisz mindegyik unta már. Akkor rögtön feleltetek. Lapult a sok tapsi fül. Füllentettek, de hogy értik? És ez most mindjárt kisül. Nos, felej te, nyuszi-gyuszi. Állj két lábra, s vázolt hát, mi történik, ha ízekre bontasz egy fejkáposztát. Jól lakok, felelte elképesztő képzetten a kis káposzta kopasztó ebugatta, de a tanár megbuktatta.